Üdvözöllek benneteket! Aktuális leckénkben az egyenlőségekkel kapcsolatban dolgozunk ki feladatokat. Feladatlapunk a következőképpen szól. Igazak-e az alábbi egyenlőségek? A, B, C, illetve D alfeladat áll a rendelkezésünkre, és meg kell határoznunk ezekről az egyenlőségekről, hogy igazak vagy hamisak. Vágjunk bele, kezdjük az A egyenlőséggel. Ha ránézünk az egyenlőségre, akkor a bal oldalon először is el kell dönteni a műveletek sorrendjét. Láthatjuk, hogy van egy nagyobb zárójel, a nagyobb zárójelben két kisebb zárójel hányadosa, és mindezt szorozni kell mínusz kettővel. Mi az, amit ki tudunk számítani? Hát ki tudjuk számítani a kisebb zárójeleknek az értékét, illetve a jobb oldali kifejezésünkben a mínusz 11 plusz 15-nek az összegét. Az 5 mínusz 13 az mínusz 8-at ad, a 7 mínusz 3 az 4-et, a mínusz 11 plusz 15 pedig 4-et. A következő lépés a zárójelben található hányados kiszámítása. Mínusz 8-at osszunk el 4-jel. Mínusz 8 osztva 4-jel az mínusz 2. Következő lépésünkben a kapott mínusz 2-t kell megszorozni mínusz 2-vel. Mínusz 2-ször mínusz 2 az plusz 4, így már el tudjuk dönteni, hogy az adott egyenlőség igaz egyenlőség. A következő feladatunknál, ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy az egyenlőség igaz vagy hamis, úgy szintén a műveletek sorrendjére kell odafigyelnünk. Mi az, amit először el tudunk végezni? Láthatjuk, hogy található egy szorzat, ez az egyik, ami fontos, illetve a jobb oldali kifejezés, az 1-13, ezt is ki tudjuk számítani. A 2-ször mínusz 3 értéke mínusz 6, az 1-13 pedig mínusz 12-t ad. A következő lépésünkben a zárójelben található 18-6 kivonást fogjuk elvégezni, 18-6 az 12. A mínusz és az osztás közül az osztás a fontosabb, tehát mínusz 12-t, ha most elosztunk mínusz 2-vel, az plusz 6-ot ad. És a legvégén 36 plusz 6 az 42, ami nem egyenlő a mínusz 12-vel, tehát ez az egyenlőség sajnos hamis. A C feladatunkban úgy szintén egy nagyobb zárójel található, és a nagyobb zárójelben úgy szintén található egy kisebb zárójel. Mi az, amit első lépésben el tudunk végezni? Vegyük észre, hogy a mínusz 12 osztva 6-tal ez a zárójelen kívül van, tehát el tudjuk végezni ezt a hányadost. A nagyobb zárójelben lévő kisebb zárójelben lévő kifejezéseket, illetve műveleteket is el tudjuk végezni, és hasonlóképpen az előző feladatokhoz a jobb oldali kifejezést is ki tudjuk számítani. Tehát mínusz 12 osztva 6-tal az mínusz 2. A zárójelben található mínusz 3 plusz 6 mínusz 1, mínusz 3 plusz 6 az plusz 3, mínusz 1 az 2. Ezt a kettest kell, hogy osszuk a következő lépésben a mínusz 2-vel, tehát ez lesz most a következő műveletünk, amit elvégzünk. A feladat többi részét lemásoljuk, azzal, hogy a jobb oldali kifejezés helyett már írhatjuk a mínusz 4-et, hiszen 15 mínusz 19 az mínusz 4. Azt mondtuk, hogy az osztást végezzük. 2 osztva mínusz 2-vel az mínusz 1. Minden más csak lemásoltunk. Így a következő lépésben már a zárójelben található összeadást tudjuk elvégezni, a mínusz 1 és a plusz 7 együttesen plusz 6-ot ad. Mit fogunk következő lépésben megoldani? Hát az osztást. Mínusz 6-ot osszuk el a 3-mal. Az eredményünk mínusz 2. És utolsó lépésként, ha a mínusz 2-t és a mínusz 2-t összevonjuk, az eredmény mínusz 4, ami ugyanannyi, mint a jobb oldali kifejezésünk, vagyis mínusz 4, tehát ez az egyenlőség úgy szintén igaz. Elérkeztünk feladatlapunk utolsó részéhez. Ebben egy változót tartalmazó egyenlőséggel találkozhatunk. Tudjuk, hogy a változó értéke mínusz 2, ellenőrizzük le, hogy így az egyenlőség igaz lesz vagy hamis. X helyett helyettesítsük be a mínusz 2-t. Az első dolgunk a zárójelnek a kiszámítása. Mínusz 2 plusz 4 az plusz 2-t ad. A következő lépésben a zárójelben található plusz 2-t megszorozzuk 3-mal, 3-szor 2 az 6. És a legvégén
6 plusz 8 az 14, láthatjuk, hogy a jobboldali kifejezés végig 14 volt, ezek szerint az aktuális egyenlőségünk, ha x egyenlő mínusz 2, az egy igaz egyenlőség. Ezzel feladatlapunk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!